Az Egészséges Budapest program keretében adták át a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézet új diagnosztikai központját. Az épületben egy MR vizsgáló, egy CT vizsgáló és egy DEXA egész testcsontsűrűség vizsgálót is kialakítottak, emellett modern orvostechnológiai eszközbeszerzések is történtek a Köves úti telephelyen. Az április végi ünnepi eseményről stábunk sem hiányozhatott. A közel 300 millió forintos beruházást dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter adta át. Az ünnepi eseményen a fejlesztés érdekében komoly lobby munkát végző dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is részt vett. A mi választókerületünkből is nagyon sok települést érint, úgyhogy ez egy jó hír a nálunk lakó embereknek, hogy olyan ellátásokat, amit esetleg magánegészségügyben vettek igénybe az elmúlt időszakban, azt meg tudják tenni, és hogyha bárki ide érkezik ebbe a kórházba, az most már jól láthatja, hogy az elmúlt évek fejlesztései, az Egészséges Budapestért fejlesztés az itt is nagyon komoly eredményeket ért el, folyamatosan bővül és folyamatosan újul meg a kórház. A 21. századnak megfelelő ellátást kaphatnak az ideérkezők. Amióta én ennek a választókerületnek vagyok az országgyűlési képviselője, folyamatosan együttműködünk a régi és az új vezetéssel, és folyamatosan küldtük azokat az impulzusokat az egészségügyi kormányzatnak, hogy ezeket a kórházakat itt az agglomerációban, amelyek budapesti és Pest megyei ellátottakat látnak el, azokat fejleszteni kell, hiszen az elmúlt költségvetési időszakokban erre nem volt példa, mert nem volt lehetőség uniós forrásból ezeket a kórházakat és ellátó központokat fejleszteni. Éppen ezért jött létre az Egészséges Budapestért rendszer, egy fejlesztési rendszer, amiben több mint 700 milliárd forintot tett bele a magyar kormány, és ez csak saját forrásból, saját költségvetésből rendelkező források, úgyhogy én valóban az elmúlt éveket azzal tölthettem, hogy nem csak egyedül, de azért az itt lévő országgyűlési képviselő barátaimmal, vagy Páncél Károly, Pogácsás Tibor és Bona Zoltánnal együttműködve lobbiztunk azért, hogy ezek a fejlesztések meg tudjanak valósulni. Ha most a választókörzetét nézzük, akkor mit lehet elmondani, hogy egészségügyileg hogy áll a választókerülete? Azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt években több egészségügyi fejlesztés indult el, folyik vagy fejeződött be. Indult el és folyik például most Gyömrön egy szakorvosi rendelő, de hát Vecsésen is elkészült egy szakorvosi rendelő, Maglódon is elkészült egy szakorvosi rendelő, illetve a budapesti kórházak fejlesztése is folyamatosan zajlanak. A közel 500 négyzetméteren megvalósult beruházás, mint új épületrész a jelenlegi komplexumhoz egy összekötő folyosóval csatlakozik, a kórház mentőbejárat felüli részén épült. A járó betegek az új épület főbejáratán, a kórházi betegek pedig az összekötő folyosón át léphetnek az új épületbe.